A kormányhivatal munkatársaival, Szekszárd jegyzőjével és Gyurkovics János alpolgármesterrel egyeztetve vett át különböző polgármestert érintő dokumentációkat Berlinger Attila, a vármegye székhely frissen megválasztott városvezetője. Azért ennek a nagy része az nem fizikailag papír alapon kinyomtatva van, hiszen több tonnányi anyagról beszélünk, ez más adathordozókon kerül ilyenkor átvételre. Én azt gondolom erről, hogy ebben a aktuális helyzetben, amelyben most Szekszárd létezik, hogy egy polgármester ebben az országban kicsit korábban lép be a hivatalába, előbb veszi át a jogköreit, mint az ország többi részében, ahol október 1-től jönnek majd az új polgármesterek és a testületek. Ez talán a városunk számára hasznos is lehet, hiszen van most egy átmeneti néhány hónapos időszak, ami alatt az új képviselőtestület felállásáig a polgármester úr, a jegyzőasszonnyal és a hivatal szakemberével részleteiben is sikerül megismerni a napi működéshez szükséges előírásokat, pénzügyi adatokat, jogi és más természetű információkat. A képviselő tehát az országban egyedüli módon október előtt kezdheti meg a munkát, hiszen a városnak idáig nem volt polgármestere. Ezeket a feladatokat Gyurkovics János alpolgármester látta el. Szerencsére talán az is ilyenkor jól jön, hogy azért 20 évet a polgármesteri hivatalban dolgoztam, ugye köztisztviselőként természetesen egy másik területhez van az embernek több köze, de mégis a kollégák ismerete, kollégákkal való korábbi jó viszony az ebben is segít, hogy zöggenőmentesen zajlik le ilyenkor az átadás, átvétel. Berlinger Attila június 27-én csütörtökön a közgyűlés ülésén teszi le polgármesteri esküjét. A képviselő egészen idáig a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója volt, erről a jogszabályok szerint az új munkaköre miatt le kellett mondania. A mostani csütörtöki közgyűlésen ez is napirendként kerül előtérbe, hiszen a Babits Kulturális Központot egy önkormányzati 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaság irányítja, ahol most az ügyvezetői pozíciómról már lemondtam, összeférhetetlenség miatt, most pedig a közgyűlésnek kell döntenie arról, hogy ki lesz az új ügyvezető, ennek a napirendnek az előkészítése már zajlik. Gyurkovics János bízik benne, hogy az elkövetkező 5 év Szekszárd életében minőségi javulást hoz. Itt az elhangzottak előtt már megegyeztünk abba, hogy maximálisan támogatni fogjuk, segítjük. Október 1-ére, mire az új testület fel fog állni, akkor teljesen legyen számára átlátható, és minden olyan dolgokat ismerjen meg, minden olyan dolgokkal szembesüljen, amit majd a későbbi munkája során kamatozni tud és segíteni. A helyi testületbe a polgármester mellett bejutott 10 képviselő a kormánypártoktól, 3 az Éljen Szekszárd Egyesülettől és 1 a Mi Hazánk Mozgalomtól.